a Magyar Diák Sportszövetség Do60 elnevezéssel létrehozott egy olyan programsorozatot, aminek a célja, hogy napi 60 percnyi aktív mozgásra ösztönözze a gyerekeket. A szövetség fontosnak tartja, hogy minél több rendezvényt és eseményt hozzon létre annak érdekében, hogy felállítsa a gyerekeket a számítógép elől, és beiktassa az életükbe a rendszeres testmozgást. A Szekszárdi Sportközpontban megrendezett sporták bemutató a torna tematikája köré épült. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen rendezvénynek lehetünk a házigazdái, ez a Do60 Diák Sportfesztivál. Ugye ennek voltak már korábban előzményei, a Sport legyen a tiéd, amit szintén a Magyar Diák Sport szervezett, és hát a regionális igazgatóság keres meg minket, hogy ilyen rendezvényt szeretne rendezni, és mi örömmel vagyunk a házigazdái ezeknek a rendezvényeknek, ahol a gyerekek új sportágakat vagy érdekes feladatokat próbálhatnak ki. Nagyon fontosnak tartom, mert torna az egy nagyon jó alap, tehát ez a Do60, ez most kimondottan a torna sportágról szól. Az egyik legjobb alap, amivel a gyerekeknek foglalkozni kéne, és meg kéne ismerkedni. Ügyességfejlesztés, hajlékonyság, egyensúly, és ezek az állomások, ahogy itt végignéztem, ezek mind erről szólnak, úgyhogy örülök neki, hogy az iskolák eljöttek és részt vettek ebben a programban. Farkas Szilárd, a Magyar Diák Sportszövetség pécsi regionális irodavezetője elmondta, azt szeretnék bemutatni a fesztiválok megrendezésével, hogy hogyan is lehet iskolai körülmények között élménypedagógiai módszerekkel megtanítani a különböző sportágak alapjait. 340 iskolát, közel 700 tanulót értek el ezzel a programmal. Szekszárdon vagyunk a sportcsarnokban, és Tolna megyei iskolákat kértünk fel erre a fesztiválra, hogy vegyenek részt, és 10 iskolából érkezik 200 tanuló két turnusban ide, 20 kilométeres körzetből, tehát Bonyhád, Tevel, Tolna, Szekszárd és a többi településekről. Hát most éppen torna tematika, de ugye multisport, illetve sportág specifikus fesztiválokat is szervezünk. Itt most azért jött a torna, a tornát még nem próbáltuk ilyen fesztivál jelleggel, most ezt próbáljuk meg iskolai környezetben, és hát ezek a regionális fesztiválok pillanatnyilag 6 régióban valósulnak meg ebben a pillanatban, ebben a hónapban, és emellett még számtalan iskolai fesztivált szervezünk, és mindegyik fesztiválnak más-más tematikája van. A fesztivált harmadikos, negyedikes tanulóknak szervezték meg, akik nagyon élvezték a feladatokat. Igazából nekem tetszik. Minden jó egyelőre. Azt is mondták, hogy jól is teljesítettem. Annál a trambulinos résznél. Nekem egyelőre a... Amikor a szalagot kellett átugrani, az a magasugrásos dolog. Székmány Diana, a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola tanítónője elmondta, hogy hasznosnak tartja az ilyen jellegű rendezvényeket. Ő 20 gyerekkel érkezett a sportág bemutatóra. Kidolgozott tematikai egységre épül ugye az egész rendezvény, 10 állomásból áll, a tornára épül, a torna mozgásanyagára épül. Igyekeznek szerintem a torna minden egyes ágának a játékait belecsempészni ebbe a sportfesztiválba. Ezeknek a kezdeményezéseknek a célja az, hogy már kisiskolás korban játékos formában megszeretessék a mozgást és belecsempészék a sportot a kicsik mindennapi életébe. Nem utolsó sorban a szülőknek, illetve a pedagógusoknak is segítséget nyújtanak, hogy a gyerekek igényeinek, testi-lelki adottságainak megfelelően válasszák ki azt a sportágat, amiben sikeresek lehetnek. A sportközpontban felállított állomások ezt a célt szolgálják, hiszen a gyerekek kipróbálhatják a torna különböző jellegű és különböző szereken végzett gyakorlatait.